F. Kovács Sándor, a Tiszató miniszteri biztosa, országgyűlési képviselő köszöntötte a csapatot, amelyet azért nevezett így, mert évek óta együtt dolgoznak. Szavai szerint az 5 évtized bebizonyította, hogy nem elválaszt a Tisza, hanem összeköt. Jó látni, hogy a nehézségek ellenére ez a csapat egyben van, fogalmazott a miniszteri biztos, aki szerint, amikor felmerült annak igénye, hogy legyen nagykövete a Tiszatónak, egymástól függetlenül több helyről is Miklósi Erika neve vetődött fel. És a Tiszatónak van egy csapata, ami nem elválaszt a Tisza, hanem összeköt. Összekötnek azok a programok, azok a feladatok, amiket évek óta közösen csinálunk. És jó látni, hogy ez a csapat összetart évek és a nehézségek ellenére is, hiszen túl vagyunk egy Covid-járványon, benne vagyunk egy szomszédba zajló háborúba, ami megint nehézségeket okoz, de mégis ez a csapat egybe van. És örülök annak, hogy itt van velünk, és ennek a csapatnak én úgy gondolom, hogy tagja Miklós Erika művésznő, mert amikor arra gondoltunk, hogy kellene egy nagykövet a Tiszatóra, akkor először azt mondtuk, hogy mit gondolunk a Tiszatóról, milyen típusú nagykövet kell. A Tiszatót mindenki kedveli, mindenki szereti, mindenki rajong érte, és mindenki nagyon szépnek találja. És akkor úgy voltunk, hogy akkor keressünk ehhez olyan személyt, aki azokat a gondolatokat, amik nekünk a Tiszató jelent, tudja képviselni. És akkor felmerültek nevek. Először felmerült Miklós Erika. És akkor mondjak, hogy akkor valaki mondjon más, és ezt én is arra gondoltam. És nem összebeszélve eldőlt az, hogy kit szeretnénk felkérni, aki tudja méltóképpen képviselni a Tiszatavat, azt a Tiszatavat, amit mi rajongásig szeretünk, és örülök, hogy itt van művésznő, és el is vállalta ezt, hiszen nekünk a Tiszató és a Tiszató képviselete nagyon fontos. A miniszteri biztos hangsúlyozta, ebben a jubileumi 50. esztendőben, ha először jön ide valaki, számára több száz vagy ezer éves csodának tűnik a természeti környezet, pedig fél évszázada csak az élő Tisza volt itt, az bizonyítja ez is, hogy ha a természetnek helyet adunk, akkor az egy csodával ajándékoz meg, aki ide látogat, annak természetközeliség, szépség és nyugalom lesz a része. Aki idejön távoli vidékről először, vagy néhány évvel ezelőtt a Tiszatóhoz, akkor azt gondolta, hogy ez egy több száz éves, akár lehet, hogy több ezer éves természeti csoda. Ez mióta az ember él a Földön, ez mindig így nézett ki. Hiszen olyan tájat tudunk mutatni az ide érkezőknek, amit igazából természetközeli. És olyan furcsán hangzik az, hogy 50 évvel ezelőtt még csak egy élő Tisza meder volt, és 50 évvel ezelőtt kezdődött a kiskörei víztározó feltöltése, amit ma már mindenki Tiszatónak hív, és látszik az, hogyha a természethez nem nagyon piszkálunk hozzá, akkor a természet egy csodát képes teremteni. Csodát képes teremteni egy olyan tájon, ami egyébként is egy szép alföldi táj, de hogyha a természetnek teret adunk, akkor egy csodával ajándékoz meg bennünket. És a természet magáévá tette ezt a tájat, azért talán, hogy gyönyörködtessen bennünket, vagy azok az emberek is, akik elvesztették azt a földi paradicsomot, amire mindenképpen vágytak, a természetközeliség, a szépség, a nyugalom, azt itt megtalálhassák. F. Kovács Sándor gyermekkori olvasmányát, a Tüskevárt idézte fel, és kifejtette azon véleményét, hogy az a fajta természeti csoda, ami ott leírattatik, a ma Magyarországán ma már csak a Tiszatónál figyelhető meg. Az 50 éves jubileum alkalmat ad arra is, hogy átgondoljuk, mit alkottunk, mit csináltunk rosszul, és milyen hibákat követtünk el, fogalmazott, majd boldog 50. születésnapot kívánt a Tiszató miniszteri biztosa.